A kistérséget érintő autóbusz és vasúti menetrend egyeztetést tartottak Sárospatakon. A kistérségi irodavezető tolmácsolta a térségi polgármesterek és lakosok észrevételeit, javaslatait a tömegközlekedési társaságok képviselőinek. Néhány kérdésben már a tárgyaláson előbbre jutottak a Borsod-Valánnal kapcsolatban. Ahogy Sátorgyőhely városba elkészült az elkerülő út, illetve újabb lámpák kerültek beüzemelésre, így a menetidő meghosszabbodott. Emiatt többen, akik munkába járnak Sáújhelyben, többen csak késve érik el a munkahelyüket, ezért bizonyos járatok esetében kezdeményeztük azt, hogy hamarabb induljon a járat Sárospatakról. A Volán pozitívan fogadta a kezdeményezésünket, és várhatóan megoldja ezt a dolgot, illetve egy másik konkrét járat esetében pedig egy korábbi indulást szeretnének a Sátorgyőhelyből Sárospatakra hazatérő utasok. A Borsod-Volán június 16-ától vállalja a menetrend egyeztetésen felmerült buszindítási időpontot. Megváltoztatását. Így a Sárospatakról Sátoraljaújhelyre közlekedő autóbusz 11 óra 15 perc helyett negyed órával korábban fog indulni. A vasúttársasággal kapcsolatosan sok probléma merült fel. Továbbra is kérik a vasút villamosítás Mezőzombor és Sátoraljaújhely között, vagyis a fő fejlesztési iránya korábban ígértekkel ellentétben eddig nem valósult meg. Probléma a mindennapi vonatozással is van. Nagyobb problémának tartjuk azt, hogy még személykocsival, ahol ugye a különböző szabályokat menet közben be kell tartani, illetve hát a közlekedés más tényezőire is figyelemmel kell lenni. 2,5 óra alatt el lehet jutni Sárospatakról Budapestre. Ugyanez vonattal Intercity járat igénybevételével 3 óra 26 percet vesz igénybe, gyors vonat esetében pedig 3 óra 56 perc. Azt hiszem a mai világban ez megengedhetetlen, hogy egy kötött pályás közlekedési eszközzel, amelynek mindenféle szempontból előnye, elsőbsége van más járművekkel szemben, a menetidő ilyen tetemes hosszúságú legyen. Az irodavezető azt is elmondta, a MÁV-nak komfortosabb, tisztább és gyorsabb szerelvényeket kellene közlekedtetnie. Ezzel a vasúttársaság megjelent képviselője is egyetértett, sőt elmondta, hogy a keleti régióban sokkal többen közlekednek vonattal, mint a Dunántúlon. Ez a tény attól fontos, hogy a vasút az elmúlt években mégis a dunántúli vonalakat fejlesztette.